Na, sziasztok fiúk, lányok, én Szeri vagyok, és ahogy láthatjátok, Armored Warfare-ezünk. Mégpedig, hát a mai napján PvE csatákat fogtok tőlem látni. És hát most délelőtt van időm játszani, úgyhogy másra nem is nagyon van lehetőség. Úgyhogy a B1 Drákóval fogunk minél több XP-t összefarmolgatni. Hát ahogy láthatjátok, már benne is vagyunk az első küldetésben. Szépen beálltunk ide a kis mesterlőész pozícióba, aztán elkezdjük darálni az ellenfeleket. Na és az első tárból 3300-at tudtunk is sebezni. Egy-egy gyors újratöltés, hát megvárjuk, amíg itt rendesen beállnak nekünk a tankok. Például ez a Challenger. Vagy a másik, inkább a másik. És hát gyorsba eltüntetjük őket a pályáról. Újratöltési gombról ne feledkezzünk el. Hát egyelőre itt még várakozunk, mert fognak még innen jönni, az tuti biztos. És van az első jelentkező. Azaz, csapat te. Akkor is a miénk lesz Arieta. Nem fogsz velünk szórakozni. Na jó, hát úgy látszik, hogy itt fejetlenül megy előre mindenki, úgyhogy ha még sebezni szeretnék, akkor nekem is előrébb kell vonulnom. Arra felé már szerintem sok a roncs, úgyhogy azért nem látok rá közvetlenül ott a dolgokra. Oké, ez meg volt. Na, és most pedig felülünk ide, jobbra erre a kis dombocskára, és innen fogunk nézelődni. Mindenki örömére, hát a B1 Drákónak nem nagyon szoktak örülni, hogyha van egy ilyen a csapatban, mert hát úgy lelopkod mindent mindenki elől. Hát szerencsére most én ülök benne, úgyhogy örülök is neki. Na, egy Abrams fel is tűnt. Na, hát elég gyorsan eltüntettünk itt két tankot is. Hát ha nem muszáj, akkor ne kopjunk be sebzést. Type 98 lesz a következő választottunk. Kaptunk egy lövést. Még egyet bekaptunk. Jaj, de király vagy. Na most már azért óvatosabbnak kéne lenni, és nem, mert szarul áll nekem nagyon ez a tank. Legalábbis eddig a pillanatig szarul állt. Na. 17.000 sebzésznél járunk. Már is. Na, már is elértük a 20.000-et. És el is tüntettünk egy leopárdot is gyorsan. Ó, közben megint megjelentek a jó gyerekek mellettem. Gyere, be is töltünk. Target eliminated.
Igazán nagy szép munka volt, 25.900 sebzésnél járunk. És még alig kezdődött ez a PvE akció. Hát följebb mászunk ide a VBR mellé. Hát onnan még kellene jönnie ellenfeleknek, de hát ha nem, hát nem, akkor innen fogunk lőni, ez van. Rohadt VBR is darál, mint az állat. De nagyon hülyén mozog a csapat, azt a mindenit neki. Kellett volna menni oda arra a részre telibe, aztán úgy vonulni erre, össze-vissza megy mindenki. Na mindegy, előrébb mászunk, hogy azért tudjunk még valamit azért lövöldözni, mert hát itt még nagyon-nagyon sok ellenfélnek érkeznie kéne. XM8 oda fölmegy egyedül? Hú, de hülye vagy te. Na, egyelőre nem fogunk beugrani oda. De mi van itt? Hát miért nincsen semmi spot? Hát mit csinálnak ezek, hogy őrültek? Hát 27.900-es sebzés, ez nem valami sok eddig. És látok rá semmire, mi van? Aj, nem ár, hogy közben átmásznak itt a hegyen ezek a jó gyerekek. Ja, gondolom megunták a várakozást. Jó, van, akkor bejövünk ide. Hát az a baj, hogy itt a két darab 9-essel nem bírunk el. Akkor besegítünk itt gyorsban, meg lesz a 30.000. Hát is jöttek a dombon, jaj, de nagyon jók vagytok. Na ez a nem jött nekem. Hát még egy tankot kivettünk, jaj, hát még egy terminátorit megvettem, aminek nem örülök. És az Abrams-től is lehet, hogy kapok be majd lövést. Na, Abrams-et ezt meg fogjuk támadni hátulról, hogy legyen sebzésünk. Már is jók vagyunk, már is 30.000 fölött vagyunk, de ez lesz még sokkal jobb is. És rám fordul? Ne csinálja már, uram! Na, ezt kikaptuk. 33.000. Na, hol van a másik sárgaság? Jaj, de szépen bekaptuk ezt, fiúk! Ja, és forog a tank! Ezt most nyaltuk be. Oké, van 9-es gombunk. Hát eszméletlen szarul mozog a csapat. Össze-vissza, full idióták. Telibe. Mindegy, gyerekek, akkor le fogunk lopkodni mindent. Nem marad senkinek semmi. Nem foglalkozom most a narancs vagy a citrom sárga tankkal. Ez nem lehet igaz. Ez a nyomorult Arieta befoglalta. Hát azt a kurva ilyen emberekkel játszani, még PvE csatákat is. Hát ez valami nyomorult, kész. Ez kész. Erre nem tudok mit mondani. Ez az ökör fattyú befoglalta egyedül. Nyomorék.
Hát ez... Hát majd megnézhetjük, hogy mit teljesített. Hát ez bőven 40 ezer fölötti sebzéses kör lehetett volna, hogyha nem ilyen ökörfajzatokkal vagyunk együtt. Na mindegy. 35 ezer. Hát itt van 13 ezerrel az Ariét, az megmutatta, hogy hú, de nagyon jó vagyok. 24 ezer XP-t kaptunk, csak úgy, és sokkal közelebb kerültünk a Sphinxhez. Na most itt nyitunk ládákat, hát kaptunk is egy platinumot. Ki is nyitjuk, megnézzük, hogy milyen cumókat dobott nekünk. Ja, XP, ez jó. És akkor meg is pakoljuk újra. Reméljük a Réta már beugrott a csatába. Meg az előző csapattársak, úgyhogy valami normális emberekkel kerülünk majd össze. ...80%-on áll egyelőre a fejlesztés, de szabad XP-m is van, hát... ugye rápillantunk, hogyha... Igen, hát 250 ezer kell még, az már nem sok. A kredit pedig hát gyakorlatilag mondjuk azt, hogy megvan, még pár százezer hiányzik. Ez egy ilyen Lost Island-es küldetés lesz. Szerencsére AFE-ből egy darab van én. Úgyhogy megint lehet darálni ezerrel. Na és már roboghatunk is. Hát egyelőre ott a domb szélén, ahol éppen most a célkereszt mutat, egyelőre ott fogok megállni. Nem sokára jönnek majd a célpontok, és akkor majd utána tudok gyorsan tovább is gurulni. Oda is lehet lőni, meg az itt ránk esőkre is majd, úgyhogy szeretettel várjuk őket. Leopard szépen spotol, mindjárt kezdődik is a dolog. Azért odafordultál, a szemét. Sokat nem hagytunk benne. Tovább nem is várakozunk itt, jobbra megint lesz egy domb, nem foglalkozunk itt az ellenfelekkel egyelőre. Leopard is remélem, hogy fölenged engem, nem gondolta, hogy a Leopard. Sokkal jobb érzés volt neki az, hogyha belém tolat telibe. De ott egy Terminátor, az Artit iktatjuk kifelé. Gyorsba. Terminátort elkezdjük szórni. Hát a csapattársak gondolom örülnek neki, hogy én velük vagyok most. Még négy darab lőszer. Hát azt így az Abrams-be elhelyezzük szépen. Már is 8000 fölött járunk sebzésben. És van három darab killünk. Na, jön ott a tízes is. Hát az a Leopard az meg akar vele küzdeni, úgyhogy ezt hát nem hagyhatom, hogy az övé legyen a kill. Bele is vágott szegénybe egy 700-at. Kerüli meg 1000-rel, de hát érkezem én is, úgyhogy érkeznék, de ez egy igazi. Muszáj, mit hagyom neki? Nem szórakozok vele, kár lett volna rámenni azért a pár sebzésért. Hát szerintem így is legalább a dupláját fogom sebezni annak, mint amit ő összehoz. Na, itt elméletileg helikoptereknek is kellett volna lennie, de hát nem. Ja igen, hogy ezt ki lehetett volna lőni, jól van, csak itt bug volt, hogy nem volt körülötte semmi.
T9-en már most megy az Arctic-ra. És egy lövéssel, hát nyilván. Hát elmondanám azt, hogy megint fogalma van valakinek is arról, hogy hogy szokott ez a pálya alakulni. Hát ő már nem fog rám fordulni, és mögöttem meg megjelent valaki. Jajjaj. Ezt a rohadt életbe gondoltam. Ezek a terminátorok a legveszélyesebbek rám. A rohadt géppuskájukkal. Na se baj, akkor majd meg. Hát igen, meg itt is van azért Warrior, meg ilyenek, azok sem túlságosan egészségesek, hogyha találkozunk velük. Örvendjetek! Aztán is miért nem fordulsz? Hát nem igaz. Ez a toronyforgás. Na ez az büszke mac. Lehetsz magadra, Leopárd. Szereztél egy killt. Nagyon ügyes vagy. Ez a rohadt Leopárd, hogy ez jön utána mindig, hát takarodjál már innen a picsába. Követ. Ez rendesen követő. Szia, Challenger. Ejj, a löveg süllyedés. Mindegy, hát ez az enyém lesz, haver, tudhattad volna már, hogy... Ott van, jaj, de nagyon megkerülős akciókba kezdett. Jaj, de jó vagy. Nem hagyok neked akkor se semmit, hiába forogsz itt össze, vissza, mint egy idióta. Bevágjak elé? Hát ez nem valami erős kör eddig. Jaj az Abrams. Leopárd az nem bír magával amúgy, ez full idióta. Most akkor, hogyha lőttem volna, folyamatosan ment volna az ugatás, hogy meglőttél, hülye gyerek. Ez itt kering, mint gólyafos a levegőbe, idióta. Leopárd, akkor se hagyok benne neked semmit. Nem voltam újra töltve, igazi idióta. Hát ebben nem harapsz bele, Leopárd. Kurva, megint ide fordult, ez a köcsök szájú. Akkor se hagyok neked semmi sebzést, hiába dobálod itt magad a tízes tankoddal. Le fogok lopni mindenki elől mindent, az a terv. Jó van, a vízöllel csak elbánsz. Ezt a kurva, hogy ekkorákat sebeznek ezek a nyomorult tankok, nem marad nekem semmi sebzés. Ez hihetetlen, ökörfajzat, de utálom azt a nyomorult Leopárdot. És ez most nem is ő volt, hanem a 9-es. Abba a gyerekek, mit sebzés, hogy rothadjatok meg. Nem baj, újra tudtam éledni, hát ennyi. Foglaljatok, megint. Nagyon királyok lesztek. Betalálom őket, úgyis hátulról enyém lesz az összes. Szarul alakul eddig nagyon. Itt
bőven 30 ezer fölött kéne már járni, ez egy hulladékkör. Hát ez nem nagyon akart összejönni ez a pálya. Hát ez egy B1 drákótól, ez így nem valami nagy teljesítmény. De ezzel a járművel olyan, hát a 30-at ezt jó lenne tartani mindig, a 30 ezer sebzést. Hát ez csak 25 ezer. Hát így is elsők lettünk, de ez egy szar kör volt nagyon. Köcsög Leopard direkt idegesített folyamatosan. Van 1% és hát durván 110 ezer kell, hogy ténylegesen a kredit is meglegyen a 10-es tankra. Mi tart ennyi ideig? Na, most lehet, hogy nem lesz 10-es. Jaj, de jó lenne. Na, és 230 ezer XP kell még. Majdnem már kaptunk egy B1 drákót, meg még egy elfét, na basszátok meg. Szaladni kell a sebzés után, most azért az biztos. Meglátjuk. Farmolásra nagyon jók ezek a PvE csaták, főleg így, hogy nagyobb tírben is lehet folyamatosan. Nem annyira izgalmasak, de jól hozzák az XP-t. Nagyon. Az első célpont már villant is. Mit lőjünk már? Vannak itt tiszta célpont. Hát mi ez a sok Terminátor itt? Hát bazd meg ezeket a tankokat. És töltetek újra. Még engem lőgyél célba, hülye arti. Ja, hát és természetesen úgy állnak, hogy még véletlenül sem. Hát ez az, engem kell lőni. Hát bazd meg. Mi van veled, Leopard? Ez hihetetlen. Akkor is megdög lesz, és nem, ott marad 37 HP-n.
Hát ez megint egy ilyen fenomenális PvE lesz, ahogy látom. Hát ezt már nem tudja eldönteni, hogy most elinduljon, vagy ne induljon el. Tolatva ez az. Úgy gyere, hogy még véletlenül se tudjak rád lőni. Na jó, hát ezt itt be is fejeztük, ezt a mesteri részkelést, innen semmi értelme. Lehet, hogy be fogunk kapni egy pár lövést. Főleg így, hogy nem tudunk átmenni egy rohadt dombon. Az vagy te. Jöjjél robbanóval, házt a kurva életbe. Lehet, hogy itt bekapunk egy pár lövést, mert a csapat az nagyon mesterlövész üzemmódba kapcsolt. Terminátor meg hát minden lövéssel be fog jönni. Megint nem töltöttem újra. Na most van az, hogy kiülünk erre a kis dombra. Elméletileg tudom majd lőni. Másik B1 Dráko nagyon-nagyon lopkodó királyba nyomja most. Ez is meghalt most. Mi van? Miért? Kevesebb célpontot kapunk most? Már mi lesz? Hát ez is... Hogy állsz be? Hogy lőjelek így át, te? Ez hihetetlen. Véletlenül se forduljál meg. Mi lesz? Ez is hihetetlen. Miért is tudnék lőni, megállnak. Töltsünk újra, hát ez a rakétás jövőrök az nagyon jó, hogy itt nyomja. Egyet, ügyik vagyunk, hát 17 000 sebzés. Töltünk újra, T-90-es meg itt túlálkodik alattunk. Stingray 2-re kitározunk előtt, most már tök mindegy, hogy mi fog történni. Tornyát ennek nem fogunk belőni sajnos. És töltünk. Hát 20 000 sebzés, 10 killel mi vezetünk. Jobb lenne a helyzet, ha kevesebb lenne itt az AFV. Na, próbáljuk átmászni. Megpróbálunk átmászni ezen a dombon. Hát valakinek be kéne állni a foglalókörbe, és hát az Ariétának kéne bevállalni ezt. Jaj, de ügyes vagy, észrevetted. Most már kaphatjuk be a lövéseket. Ezzel a rakétával ezreket lövöld, ez az a kis szemétláda. Na, hol vagy? Akár meg is hallhatod most már.
Erre forogsz? Aj, de jó, hogy rám akarsz jönni. Szemét. És ehhez ez követ. Folyamatosan. Fordulj rám! Fordulj rám! Ez az. Hihetetlen. Ezzel a köcsöggel kell itt szórakoznom, és ne, lemaradok itt a nagy sebzésekről amúgy. És nem látok rá. Mi ez a rá? Azt a kurva... Megőrül, gyerekek! Ezt hogy van itt megcsinálva? Ráragad a pálya szélére, és nem lehet itt, nem lehet irányítani az egeret. Hú, de nagyon faszául megvan az oldva. Rakétázzál szét mindenkit, te! És én lopom le, nem érdekelsz. 16 kill. 30 ezret érjük már el. De nagyon nem jó ez így. Még valaki a pályán. Két artér már elmentek, vagy ez egy artér? Igen, arra tartok én is. Na, meglett a 30 ezer, hát elég necces volt. Megnézzük az eredménytet. Jaj, de jó, hogy ilyen sokáig töltesz. SSD-ről nem sikerül betölteni, igaz? Jaj, de jó neked. Kaptunk egy ezüstös, 18 kill. Hát igen, a másik B1 Draco azért megközelített minket, de azért még mi így is torony magasan mi nyertünk. Nyitjuk a ládát. Kaptunk 55 ezer pénzt, és nagyon jó. Mennyi kell még? 300 ezer alatt vagyunk. 230 ezer, hát 227 ezer. 399. Ha ezt a számot nem veszünk. Hát a 200 ezer XP az már tényleg nem sok. Az már gyerekjáték összeszedni. Hát holnap vagy holnap után már meg lesz a Sphinx, az biztos. Jaj, de jó, két B1 Draco, na mindegy. De jó pálya lesz ez, remélem. Hát meg nem sokára megnyerjük a prémium tankot is. Bár abban ma még nem is kezdtem el csinálni azt a 4 darab kötelező csatát. De ebben a videóban nem is lesz, ebben csak a 4 drákóval fogunk harcolni. Kérünk ide szépen jobbra erre a kis dombra, aztán megvárjuk, még betöltünk. Target
esetleg. Nem maradtunk róla sajnos. Meghalt? Mi van veled? Annyira nem örülök neki, hogy van még egy ilyen táras szemét szörny, mint én. Gyakorlatilag feleződik a sebzés. Hogyha én nem mellőlem fog lövöldözni végig. Haj, de jól beálltatok! És pont rájuk lát ezt a mindenit neki. Rájuk essünk. Ujjjjj. Ez a nem jó. Már is rám fordul. Hát de, gondolta, hogy nem jelentek rá veszély. Jaj, de félelmetes. Altunt. Ó, igen, ezt rá kéne itt állni. Egyszerre beszéljetek, biztos, hogy meg fogom érteni. Nagyon-nagyon suhan a B1 drákó, nagyon-nagyon megy. Még egyet bele fogok lőni a T-90-esbe, ez az. Legalább hagyja, hogy itt az Abrams-t ledaráljam így egy az egyben. Nem hagyja. Nagyra hagyja el szét. 10 000 sebzésnél járunk. Nagyon lopkod a B1 drákó, le akar hagyni engem. Majd nem akarja hagyni most itt én. Artilevésre lehet számítani, hogy bekapunk. És újra kell töltenem. Áj, de szemét vagy, és a sárgára meg nem fogok odaérni. Pedig az lenne a döfi. Ez vagy te. Van még itt egy light valahol. Ott húvik. Pont ilyen tankokat kell kifognom nekem, és hogy át se lövöm. Mindegy, a sárgára akkor is odaírunk. Egyelőre vezetünk killben, de nagyon fel van zárkózva az a szemét másik. Area looks clear. No sign of the enemy. Identify. Hostile tank. Egy lövegsüllyedés, nem. Azt a rohadt életben. Direkt tudjon kialakítva itt a domborzat, hogy ne tudjak lőni. Hol vagy, sárga? Sárgaság? Igen, húzzál belém egyet. Akkor is megérte. Ezt a másik köcsög élet fogadjunk. Miért ilyenekkel kell nekem folyamatosan találkozni? Át se lövöm. Hihetetlen. Rohadt köcsögökkel kell nekem találkozni folyamatosan. Mit lövöldözöl rám, te köcsög? Fejezd már be!
Ez is engem. Engem, de... De jó, hogy itt nekünk kell a páncél nélküli tankokkal itt szórakozni mindenkivel. Az vagy te, akkor is lelopom. Állj, enyém, enyém, és fú, te szemétláda! Hát nyilván, hát nem, mert ki másra lőne, mint én rám. Hát még nem sok van. De a másik drákót azt le kell hagyni sajnos. Ez az egyetlen. És ugye ez a fő szempont, hogy nála többet sebezzünk. Baszd meg, és megint egy ilyenbe kell belefutni. Hát hihetetlen. Domborzat, köszi. Köszi, hogy vagy nekem. Mi van? Miért nem? Akkor is lehagylak B1 drákó, nem érdekelsz. Ne! A kill! Na, 9-nél járunk, legyen meg a 30 000. Könnyen meg lehet, hogy ő is sebzett annyit. Elég jó helyeken mozgott. Ne szórakozzunk már, hogy ott kell hagyni a tankokat. Nagyon száldosnak lefelé a helikopáterek. Na lássuk, mit kaptunk. Na hát ez egy bronzos cucc. Hát azért azt hittem, hogy azért jobban aprította a dolgokat. Hát kétszer annyit sikerült sebezni, mint a másiknak. Oké, és akkor még egyet fogunk menni. És akkor már tényleg nem sokat kell majd szenvedni a tízeshez. Egyből dob is be minket, hát a kredit az már megvan. Hát biztos, hogy át fogom váltani, az nem kérdés. 16 000... Na, 216 000 kell még. Ha a goldot belevesszük, hát most meg három... Né, mik ezek a meccsek? Három darab B, drákó, meg egy másik. Be lehet fejezni, hát nekem is most már be lehet fejezni. Hát itt most biztos, hogy nem lesz nagy sebzés. Ráadásul itt közelharccal kell kezdeni bent, hát érdekes lesz a szituáció. Hát 50 000 fölé ma sem sikerült menni, sajnos. Hát mondjuk az rekord lenne, de ezzel a tankkal szerintem simán lehet annyit menni. És a hangot hol hagytad? Hol hagytad a hangot? Játék? Melyik? Oké, megtaláltuk a hangot, jaj de jó.
De jó, hogy ilyenkor elveszíti, lépek kinézni az asztalra, aztán így elhagyja a hangot valamelyik ablakon. Igen, manőverező képességéről híres legfőképpen ez a B1 Dráku, nagyon jól lehet irányítani így épületek között, tiszta jó. Baszódjál meg! Hát ezekkel kell nekem folyamatosan szembe kerülni, hát nincsen másfajta tank, csak ez a szar. Na meg az arm. Na hát ez, azt kell még az armat, hogy húzzon belé egy ezret. Folyamatosan csak ezt a rohadt dupla géppuskát lehet hallani, hogy ezzel lő. Te már nem fogsz lövöldözni többet, haver. Hát még folyamatosan lehet tük-tük-tük-tük-tük-tük, ezt lehet hallani. Köszönöm szépen, Leopard, szükségem volt erre a lövésre nagyon, hogy belém húzzál egyet. Jól van, megbocsájtok, de csak most az egyszer. Mi van, mi? Jaj, megint itt van, hát nem már. A rohadt dupla géppuskáddal lövöldözzél. De köcsög vagy. Még az arti is, ez az. És itt jön rám. Jaj, de jössz rám, te. Szemétláda. Kocsög! Ciarti. Ó, de szórják a szemeteket, egy hihetetlen. 68 B1 Dráku. És valamelyik még full HP-n meg is úszta. Ú, de nagyon mennek, azt a... Na, hagyjatok szét. Lőd már át, te! Majom parádi. Tá húja, kocsó! Fejét lőjük. Itt HP, hát lassan itt meg kell halni, igen. Ezt akartam mondani, hogy tervezett halál. De mellett a két köcsög mellett itt semmit nem fogunk tudni csinálni. Ha itt maradunk. Na, inkább azt fogjuk ott lenni. Találd már el, hát mi van veled? Ez az, megyél be épület mögé még véletlenül se. Ezt a kurva életbe. Semmit nem tudunk sebezni. Valamelyik úgyis mindig be lesz töltve, aztán nem fogunk tudni rálőni semmire, ez az. Ez hihetetlen. Nem is nyomok rá itt az újra töltésre, mert nem, egyszerűen nincs rá idő. Talán az, hogy itt megkerülöm majd a dolgokat. Az az PL0 egy. Hol vagy? Dugj ki a fejed, és nem jön ki addig. Hol van? Ja, hát szikla van. Bazd meg!
két majom fejű ott ledarál mindent. Hát itt megdöglünk amúgy, ez túlságosan ilyen bátor mutatvány tőlünk, de... Artira rálátunk. Lövik! Lövik a köcsögök! És pont most, már töltök is újra. Jaj, de szar! És hihetetlen! 749-et ver belém az a szarkupac. Na hát ez most nem éppen az a kör. De hát ennek a két buzinak köszönhető amúgy. Semmit nem lehet mellettük csinálni. 17500, hát ez a legszarabb köröm, és nem élethetek újra. M8-nak hát 750-et kell belém lőni, ez mi? Elmehet a kurva anyjába, hogy ilyeneket bead még az izé gépnek is. Erre komolyan mi a faszért nem lehet odafigyelni, hogy ilyen csatákat még ide se lehessen már összehozni. Mert még itt is szar, nem beszélve arról, hogy hát a PvP meg még valamikor ennél ezerszer szarabb dolgokat tud produkálni. Megnyertük, jaj de jó. 17500 sebzés, hát ez eddig egy... Ez eddig a legszarabb csatánk volt. Hétszázat vág belém az a köcsög. 750-et, az light és 750-et, de elmehet oda. Na mindegy gyerekek, ez volt az utcsó csata, mert szereztünk jó sok XP-t, meg azért pénzt is. Hát megnézzük azért az eredményt, hogy mire volt ez elég. Igen. Hát na hát megelőzett, rohadjál szét. Na, és akkor hol tartunk most? El is váltjuk mindet, hogy azért lássuk. 87%. Nagyon jó. Hát az 50 gold, meg mondjuk 6000-rel még közelebb dob minket hozzá, ha jól tudom. És most miért nem írod ki? Mert nincs egy darab semmi. Jaj, de jó, na mindegy, hát. Igazából másra nagyon úgyse tudtam volna használni ezt az 50-et, na. De jó, hogy nem írod ki. Hát, gyakorlatilag ez 200 000 XP, annyi kell még a 10-es tankhoz. És akkor ezzel vége is ennek a kredit farmolós videónak. Sziasztok, én Szeri voltam, találkozunk nem soká. Pápá!